Szép jó estét kívánok mindenkinek, aki most az Erdélyi Magyar Televízióra kapcsolt és a pszichotrillákat elkapta, mert hogy itt vagyunk dr. Kádár Anna Máriával. Szervusz, Anna! Szia, Petra! Én is köszöntöm a nézőinket! Hogyha a kedves nézők emlékeznek arra, hogy a múlt héten miről beszélgettünk, akkor most ismerős lesz nekik ez a témánk is. Szinte ugyanarról beszélgettünk, hogyha a kifejezést nézzük, de mégsem ugyanaz. Mindjárt meglátják. Múlt heti témánk a kapunyítási pánik volt, így fontosnak tartottuk, hogy a kifejezésében nagyon hasonló, de mást jelentő kapuzárási pánikról is beszélgessünk dr. Kádár Anna Máriával. A kapuzárás azt jelenti, hogy életünknek egy szakasza befejeződik. Ekkor válik előttünk világossá, hogy mi mindent rontottunk el, mi mindenben döntöttünk rosszul, mi mindent nem valósítottunk még meg. Pánikba esünk, mielőbb szeretnénk mindent habzsolva korrigálni, megélni, változni, változtatni. Félelmünkben gyakran meggondolatlanul kapkodva cselekszünk, a következményekre és másokra való tekintet nélkül. Hogyan lehet ezt a jelenséget elkerülni, vagy el lehet-e egyáltalán? Mi a teendőnk ebben az időszakban, ami révén higgadtan tudunk döntéseket hozni? Miben más ez a nőknél vagy a férfiaknál? Kapuzárási pánik a ma esti pszichotrillákban. Anna, hát akkor múlt héten beszéltünk tehát a kapunyítási pánikról, és most beszélünk egy kicsit a kapuzárási pánikról. Azért itt szerintem elsősorban, mielőtt a fogalmat elmondanád, ez azért mindenkinek ismerős ez a fogalom, és itt azért korosztályban kell nagy különbséget tennünk, mert a kapunyítási pánik tulajdonképpen azokról a fiatalokról, ha nevezhetjük így, mert ugye számoltunk be olyan esetekről is, kirívó esetekről, ahol egészen 50-60 éves korban is lehet valaki kapunyítási pánikba. De a kapuzárási pánik az már olyan 40-50 év körül jön az embernek az életébe, ha jön. Mit nevezünk kapuzárási pániknak? Ezt az életközép válságnak a fogalmát takarja, ami lényegében nem más, mint egyféleképpen egy krízis helyzet, mivel hogy így vagy úgy rádöbbenünk arra, hogy nagyjából az életünk közepén tartunk, és egy kicsit elkezdünk szorongani attól, hogy vajon lesz-e még elég időnk megvalósítani azokat a dolgokat, amiket megálmodtunk magunknak, vagy egyáltalán helyünkön vagyunk-e, azt csináljuk, amit mindig is szerettük volna, vagy egyszerűen rájövünk arra, hogy nem is feltétlenül a saját életünket éljük, hanem valaki más elképzeléseinek akarunk megfelelni, és ezért szokott az megtörténni, hogy ilyenkor akár ez kicsúcsosodhat egy radikális változásban, akár egy új család alapításában, hogy ugye valaki elválik és egy új családot alapít, vagy akár egy karriernek a megváltoztatása, uh-huh. hogy mondjuk valaki nemet mond az addig életpályára, és radikálisan teljesen valamilyen más irányba fordul. Én azt látom, hogy rengetegszer van egy jó végkifejlet a végén, hogyha valaki ott van a verem mélyén, és kijön ebből a veremből, akkor mindenképpen magasabbra kerül ki, mint ahonnan beleesett. Ugyanakkor lehetnek olyan döntési helyzetek is, amik ugye egy egész rendszernek az életét felkavarják, főleg, hogyha valaki mondjuk a családjából lépik ki, és egy más családot alapít, vagy egy új gyereket vállal. Tehát, hogy ez azért szokott ilyen akár negatív következményekkel is járni, azokra nézve, akik nem feltétlenül így tervezték, vagy így gondolták az életüket. Tehát akár 30-35 évesen is elérhet minket ez a korszak? Hát nem, mert akkor még a kapunyítási pániknak a végén vagyunk, de én azt szoktam mondani... 35 évesen mondjuk, hogy jól mit csináltam eddig, mondjuk vegyük azt 10 éve dolgozik az illető, családot is alapított, és elgondolkozik azon, hogy mit ért el, és nem sokára 40 éves, és általában ezek a kerekévfordulók uh-huh. azok, amik egyre inkább az embert feldúlják, hogy jön már mindjárt 40 éves vagyok, és akkor hol tartok, és mit csináltam. Igen, eddig. Tehát a 40 évhez közel már azért ugye felmerülnek az első gondolatok, de igazából tényleg a 45-50 körül uh-huh. szokott ilyen markánsan ez az érzés, uh-huh. illetve akár ez a félelem is megjelenni, hogy na hát már úgy kicsúszott az idő a kezeim közül, és mindent, amit akkor elterveztem, még akár 30-ason is úgy felmenthetem magam, hogy hát még akkor ráérünk erre, és majd aztán mikor nagy leszek, és egyszer csak rájövök arra, hú, hát én már akkor itt vagyok, felnőtt lettem, de az érzés érdekes, ami mögötte van,
és igazából szerintem minden kerek évfordulón pontosan ettől döbbenünk meg, hogy úgy elképzeltük magunkat mondjuk 30-40-50 évesen, és mondjuk látjuk a tükörben, hogy fizikailag mennyit változtunk, hogyan alakultunk, és azt látjuk, a lelkünk az ugyanolyan fiatal maradt, ugyanolyan, hát az a viháncoló kisgyerek belülről. És így vártuk, hogy na most megkomolyodunk, na most biztos akkor majd felnőttek leszünk, és másképp érzünk, és valójában a lélek az tényleg olyan, mintha egy ilyen időtlen dolog lenne, hogy az ugyanolyan fiatal. És pont emiatt szokott ez a nagy kontraszt lenni, hogy egyáltalán nem így képzeltük el a dolgokat, mert lehet, hogy valaki tényleg a helyén van, és tényleg jól érzi magát abban, amit csinál, csak valahogy ez ahhoz az álomképhez nem közelít, mint amilyennek megálmodta magát mondjuk azelőtt 20 évvel. Lehet, hogy az irreális elvárások is okozhatják akár ezt a krízishelyzetet, hogy mondjuk objektíven vagy kívülről semmi oka nem lenne arra, hogy ne érezze jól magát abban a helyzetben, amiben, csak hogy nem tudja elengedni azt az álomképet vagy fantáziaképet, ahogy. Általában az embereknek arról, hogy kapuzárási pánik, egy nagyon negatív kép ugrik be a fejükbe, legalábbis az én tapasztalataim szerint. Hogyha férfiakról beszélünk, akkor mindig vannak ezek a sablon szövegek, amik elhangzanak egy társaságban ennél a kifejezésnél, hogy igen, mert kapuzárási pánikja van, és új autót vett. És elhagyta a feleségét, és fiatal barátnője ezt van. Ezt már hallottam. És akkor kicsi babát vállal, holott már 20 éves lánya van. És akkor a nőknél, hát tobba jár, és ki van a dereka, és cicanadrágot hord, és látszik a feneke, és lúzsosabb. Nagyon készültél, Petra, igen. Ebben a témában. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert azért tényleg mindenkinél észrevehető, csak vannak, akik ezt tudják kezelni, vagy ez a te elmondása szerint a helyén vannak, és tulajdonképpen nem éri utol őket olyan tragikusan, és vannak, akik rádöbbennek, hogy nincsenek a helyükön, és nem így képzelték el, és azoknál egy kicsit látványosabban látszik ez a korszak. Mit tudunk tenni, hogy ezt leküzdjük, vagy ezt úgy tudjuk kezelni, hogy ez normális medrében maradjon? Mert nagyon sok a kapcsolat, ami rámegy erre a korszakra, a végén pár évvel később kibékülés következik be köztük, ha ez lejár. Akár lehet ez a forgatókönyv is, tehát rengeteg minden megtörténhet igazából, hogy az érzésről beszéltünk, ami mögötte van, hogy nem gond, hogyha valaki megijed egy helyzetben, mert pontosan az élet végességével való szembesülés, mert hogy lényegében az alapfélelem ez pont ez, hogy egyszer csak véget ér az életem, és még mindig nem valósítottam meg azt a sok dolgot, amit én elterveztem, illetve ezt az örök fiatalság illúzióját akarom magammal vinni, hogy azért nem gond, hogyha valaki ezzel szembesül, mert akkor tudja azt, hogy nincs halogatásra idő. Ott van az a nagyon jó történet, amit még annak idején Popper Péter mesélt el egy órán nekünk, amikor még doktori hallgató voltam, hogy van két barát, és az egyik az orvosként dolgozik, és a barátja oda megy, és azt mondja, hogy fáj a gyomra, és hogy nézze meg, hogy mi van vele, de hogy kíméletlenül szembesítse majd bármilyen diagnózissal, mert hogy ők ismerik egymást, és a bizalom az mennyire fontos, és az orvos barát szól neki, hogy hát ez a helyzet, hogy kész, ez egy halálos dolog, igazából 3 hónapod van hátra, és ennyi. És akkor ő ott hagyja a rosszul működő házasságát, és azt az életet, amit addig élt, hiszen az nem is volt feltétlen az ő elképzeléseinek megfelelő, veszi a bőröngyét, és elindul végre azokra a helyekre, amiket mindig megálmodott magának, és mindig halogatott, hogy na majd egyszer megnézi, és megcsinálja, és miután mindent megnézett, és mindent végigcsinált, akkor látja, hogy szóval érzi, hogy végülis jól van, eltelik már a 4. hónap is, és visszamegy az orvos barátjához nagy felháborodva, hogy te átvertél engem, és te hazudtál nekem. Azt mondtad, 3 hónapon van hátra, már a 4 is eltelt, én még mindig jól vagyok. És a barátja azt mondja neki, hogy hát igen, van, akinek kell egy halálos ítélet ahhoz, hogy elkezdjen merni élni. És egy kicsit tényleg erről van szó, hogy pontosan azáltal, hogy látom a dolgok végességét, értékesebbek lesznek azok a dolgok, amit esetleg addig félváról vettem. Tehát igazából szerintem bármennyi negatív dolog, és végülis ezek ilyen sztereotípiák, mert ezek nem feltétlenül ilyen forgatókönyv szerint zajlanak. Az, hogy valaki elválik és lesz egy új családja, ez nem csak 45 évesen történhet meg, hanem megtörténhet 35 évesen, vagy 65 évesen, vagy akár 70 évesen is.
Tehát, hogy nem úgy gondolom, hogy feltétlenül csak ez az oka annak, hogy most valaki egy új családot alapít. Az, hogy lesz egy gyerek is ebben a családban, hát na, hogyha új párkapcsolat, akkor ez is kvázi egy normális dolog. Nem biztos, hogy mindig ahhoz kellene viszonyítani, hogy akkor most neki már van egy 20 éves gyereke. Tehát a kettő az két külön történet, és minden történetnek megvan a maga forgatókönyve. Szerintem nagyon könnyű ráhúzni a sablonokat, meg újra mutogatni, hogy bezzeg, és ő, és akkor most megbolondult, és most persze, mert új életet akar élni, meg ez akár ez az autós dolog is, hogyha valaki új autót vesz, nem biztos. Már hallottam ilyet is, hogy fehér nadrágba jár, és lófarkat növeszt. Tehát hosszú. Mármint cofon. Igen. Tudod, ez a férfi, aki kapizárási pánikban. Na, ezt sem hallottam még. Ez tulajdonképpen ez a pánik időszak lehet az is az eredménye, hogy nem változtat az illető semmi. Sőt, szerintem a legtöbb esetben pontosan ez történik, hogy belül élem meg ezt a krízis helyzetet, hogy tényleg egyszer csak szétnézek, és látom, hogy nagyok a gyerekeim. Fú, hogy már mindjárt ott van, hogy az én gyerekem is férhez megy, megnősül, már mindjárt nagy tata leszek, már mindjárt nyugdíjba fogok menni. Hogy már egy kicsit ugye közelebb állok ahhoz az időszakhoz, mint a 10 éves, vagy akár a 20 éves időszakomhoz. És akkor persze, hogy egy kicsit úgy meglepődök, meg megdöbbenek saját magamtól, jé, tényleg, hát én lehetek ennyi éves is, és a kerek évfordulók is igazából mind ezt hozzák magukkal. Egyrészt ünneplem, hogy igen, jön egy új életciklus, de másképp ott van bennem a gyász élmény, hogy tényleg, elmúltak a 10 éves, elmúltak a 20 éves, elmúltak még a 30 éves évek is, mert ez a ugye 40-60 éves kor, ez a felnőtt kornak nevezzük ugye ezt az időszakot, és ez az Ericksoni fejlődés elméletben is ez a generativitás versus stagnálásnak az időszaka. Ugye ez az a korszak, amikor lényegében én is magamtól, illetve a társadalom is azt várja tőlem, hogy valamit letegyek az asztalra, akár karrier szempontjából. Ez az én önmegvalósításomhoz vezető út, akár a család, gyerekvállalás szempontjából, hogy már legyen valami a kezembe. És persze azokat érint súlyosabban ez a válság, aki tényleg azt érzi, hogy a karrierjében nem jutott el odáig, ahova szeretett volna, még mondjuk nem alapított családot 41 néhány évesen, még nincs gyereke, és akkor úgy elkezd félni ettől, hogy jaj, hát akkor mikor lesz már az, amit felnőtt koromra elképzeltem magamnak, mert hogyha túl sokat várok, akkor lehet, hogy lemaradok egy-két dologról, ami nem feltétlenül jó nekem. Vagy valaki rájön arra, hogy ez csak egy ilyen ráerőltetett dolog, mert most végülis kimondja azt meg, hogy most mindenkinek férhez kell menni, vagy feleségül kell menni valakihez, vagy az sem kötelező, hogy legyen gyereket, tehát hogyha te úgy érzed, hogy erre a szerepre nem vagy felkészülve, vagy ezt nem szeretnéd a te életedbe, szerintem az is ugyanúgy rendben van. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy most mindenki be kell álljon a sorba, és mindenki csak adott sablon szerint kell csinálja, vagy miért kell feltétlenül karriered legyen valamilyen dologban. Az is ugyanúgy elég, hogyha te egy bármilyen munkát jól végzel konstans módon. Tehát, hogy úgy is lehetsz akár elégedett. Ezt az időszakot, vagy ezt a pánikhelyzetet, ezt a pár évet, ez a 30-as, 40-es, vagy 30-tól 40-ig tartó időszak előzi meg, amit én azért emelnék ki, mert nem igazán lehet szerintem itt éles határt húzni, és hogy ne keverjük össze. Tehát 30 éves kor után az emberek többsége, legyen az férfinő, elkezd azon gondolkodni, hogy család, hogy férj, feleség, hogy gyerekek, hogy akkor most már annyi pénzem kéne, hogy legyen. Ez az időszak mit jelképez? Mert ez még nem lehet a pánik. Tehát azt mondtuk, hogy ugye 35-40 körül, inkább 40 fele van ez a korszak. Hát ez a fiatal felnőtt kornak a kezdete. Uh-huh. És igazából ezzel mindenki megküzd, így vagy úgy. Persze van, akinek jóval hamarabb történik meg ez a döntés, 20 évesen elköteleződik, családot alapít. 35-40 évesen is ugyanez a folyamat megy végig, csak egy kicsit másképp szerintem, meggondoltabban, mert 20 évesen nem biztos, hogy ugyanolyan rálátásom van dolgokra. Persze ugyanazokat a dolgokat élem meg, csak szerintem 30-40 év között már van egyféleképpen egy helikopter perspektívám. Tehát valahogy felülről is rálátok saját magamra, hogy mi az, amit vállalok, mi az, amiben belemegyek, és akkor persze itt lehetnek viták akár ezen a téren, mert valahogy ez a két szempont feszül egymásnak, akár a gyerekvállalás szempontjából, hogy na most mi a jobb, hogy 20 évesen vállalj gyereket, vagy mit tudom én, 40 évesen, és akkor ott vannak a pro-kontra vélemények, de szerintem ez nem feltétlenül csak ilyen döntés kérdése, hogy én most akkor elhatároztam, és 20 évesen, vagy én most elhatároztam, hogy karriert építek, és csak 40 évesen,
évesen lesz gyerekem. Mert a dolgok történnek. Barátnő mondta el egyszer, nagyon találóan, előbb-utóbb mindenki oda fog eljutni, csak egy kicsit más útvonalon. Mert az is ugyanúgy rendben van, hogyha valaki 20 évesen vállal gyereket, és utána épít karriert, az is ugyanúgy rendben van, ha karriert épít, és utána vállalja a gyereket, vagy nem vállal, vagy valami egészen más csinál. Tehát, hogy ebben nincsenek standardok, és én azt látom, hogy nagyon sokszor ezek a standardok riasztanak meg, hogy ott van a kortárs csoportom, és ha annak többsége valami más csinál, amit én, akkor elkezdek félni, hogy valami vajon velem nincs rendben, vagy én nem zárkoztam fel, vagy csak én vagyok olyan, és akkor lehet fokozni az irracionális gondolatokat. Szerencsétlen, nem elég jó nő vagy férfi, akit nem vesznek el, akinek, már mindenkinek van gyereke, csak nekem nincs, és akkor én most mit kezdjek ezzel a szituációval? Már, és ugyanúgy akár később is, már mindenki nagymama, csak én nem vagyok nagymama, most vajon az én gyerekeimmel van-e gond? Nem. Tehát, hogy pontosan ezt kellene elengedni, hogy nincsenek ilyen nagyon éles határok, hogy ha eddig nem történt meg, akkor az már vége, hanem de rengeteg élettörténet van, rengeteg árnyalata van a dolgoknak, és egyrészt ugye az kellene, hogy a többség nem utogasson ujjal arra, aki ezt valamiért, vagy valamilyen indokkal, vagy egyszerűen az élethelyzete miatt másképp csinálja, illetve az is, aki ebben a helyzetben van, hogy legyen elég önbizalma, életbátorsága, határozottsága, lehúzni a határait, és azt mondani, ez az én életem, és ebben jogom van dönteni, akár másképpen is, mint ahogy más csinálja. Kapuzárási pániknál mit javasolsz te, hogyha úgy érzi az ember, hogy valami nincs rendben, utolérje ez az időszak, hirtelen lépjen és változtasson, vagy gondolja át a dolgokat, mert ugye ilyenkor lehet vagy abba a hibába esni, hogy hagyom, ugyanúgy megy tovább, és tulajdonképpen belenyugszom, vagy abba, hogy hirtelen borítok, és utána megbánom, mert az nem is volt olyan rossz, ami volt, csak én mégis hirtelen borítottam. Hát a hirtelen dolgok azok soha nem jók. Tehát nem jó csak egy ilyen pillanatnyi érzés alapján egy egész élettörténetet eldönteni, igen, vagy nemet mondani a helyzetben. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, egy belső és önismereti utazásra, és az soha nem ilyen gyors van, vagy ilyen instant megoldás, hanem és főleg akkor, amikor nem csak a saját életemről döntök, hanem még a körülöttem levő személyekéről, hogy ez mindig jó, hogyha megelőzi egyfajta ilyen logikus gondolkodás is, hogy akkor végigvezetem akár magamban, hogy mi van, hogy van. Természetesen most nem tudom az érzéseimet áthúzni logikával, de az, hogy én végig gondolom, az, hogy akár hogyha kijövök egy ilyen helyzetből, hogy ez minél kevesebb sérülésre, vagy mindenképpen úgy tudjam lezárni akár a történetet, hogy az is ugyanúgy rendben van, de hogy egy szép történetet hagyjak magam mögött, ehhez azért mindenképpen kell egy kis higgadság, egy kis lehetőség az átgondolásra, akár kommunikálni a partnerre, megbeszélni, újra beszélni, akár saját magammal. Ilyenkor szoktak általában ugye elindulni, vagy egy ilyen úton, ugye ott vannak a zarándok utak, amikor valaki úgy érzi, hogy most megrekedt valamilyen élethelyzetéből, és nem tudja, hogy időt hagy a lelkének arra, hogy felkészüljön erre a változásra, hogy nyugton hagyja kicsit a dolgokat, és benne marad a helyzetbe addig, ameddig ki nem éleződik a krízis annyira, mint ahogy Hanvas Béla mondja, hogy a krízis vége a katarzis, hogy egyszer csak annyira kieleződik, hogy már megoldódnak a dolgok. Tehát, hogy nem jó semmiképpen ilyen nagyon forró fejjel és nagyon hirtelen olyan döntéseket meghozni, ami hosszú távon hát akár végleges is lehet, mert az jóval nehezebb utána úgy beépíteni a saját élettörténetünkbe, hogy ez egy felemelő, pozitív önéletrajzi emlék legyen. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ezt saját magunknak kell, saját magunkba tisztázni, és számot vetni, és lezárni, vagy újra kezdeni ebben az időszakban bármit is, vagy az életünk bármelyik részét. Lehet ebben segítségünkre valaki? Igen, akár a barátok, akár azok a személyek, ugye, akik hasonló élethelyzeteket már bejártak, akár ugye lehet a saját szüleinkkel is beszélni, akár családban is szerintem nagyon fontos megbeszélni egy ilyen típusú döntést, akár a baráti körben megosztani ezt a fajta félelmemet, aggályomat, kérdéseimet, mert hogy lehet, hogy valaki nem tud segíteni, sőt, nem is kell segítsen konkrét tanáccsal, de hogyha elmond egy hasonló történetet, ő hogy élte meg, ő hogy vészelte túl ezt az időszakot, ő mire jutott, ez egy támogató erőforrás lesz. De a döntés az végeredményben az én kezemben van, sőt, akár szakemberhez is fordulhat valaki, aki
aki egy kicsit segít valahogy így rendszerezni a dolgokat, mert végülis ő amit tud tenni, az az, hogy igen, egy kicsit felülről, másféle perspektívából világít rá ugyanazokra a dolgokra, és akár észrevesz ilyen rejtett összefüggéseket, akár kérdéseket tud feltenni, amire végül is az érintett személynek kell válaszolni. Ez mindenképpen én egy olyan útként tudom mindig elképzelni, aminek van egy pozitív hozadéka. Rengetegszer egy krízis helyzet tud megrázni, felrázni annyira, hogy tényleg úgy, hogy az említett példában elkezdjen merni a saját életemet élni. Ha ez nem lenne, akkor lehet, hogy sokszor megalkudnék helyzetekbe, sokszor ott lenne a kis hitűség, hogy ezt nem tudom megcsinálni, de hogyha van egy nagyon erős löket, akkor én azt látom, hogy rengeteg jó dolog pontosan az életközépválság után születik, hogy valaki belemer fogni egy vállalkozásba, amit soha nem mert elkezdeni. Valaki egy olyan változást tud teremteni a saját életében, ami az ő családját is érint, egy jó változást. Tehát, hogy sok minden történhet. Tehát végül is úgy kezdtük a műsort, hogy általában negatív értelemben emlegetik ezt a jelenséget, hogy kapuzárási pánik, de én azt mondom, hogy ez most egy kicsit átértékelődött, és ez egy olyan pont az életünkben, hogyha eljön, ahol érdemes elgondolkodni az eddigi átélt éveinkről, az eddig elért dolgainkról, számot vetni ezekről, és egy kicsit újra gondolni, vagy akár örülni annak, ami van. Én köszönöm szépen, Anna, egyébként ezt a jó beszélgetést, mert érdemes volt, és szerintem sok mindenkiben átkereteződött ez az egész fogalom. És köszönöm szépen a figyelmüket is a kedves nézőknek, akik itt voltak velünk és velünk tartottak. Jövő héten is tartsatok velünk, vagy tartsanak velünk, hiszen itt leszünk a Pszichotrillákban dr. Kádár Anna Máriával, és nagyon érdekes témával készülünk úgy, mint ahogy minden héten. Addig is lehet minket az RTFM-en a 97.1-en csütörtökönként este 8 órától hallgatni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm, Anna, hogy itt voltál. Én is köszönöm, és jó lenne ezt a beszélgetést majd 15 év múlva megismételni, hogy lássuk, mi megismételjük. Viszontlátásra. Viszontlátásra.